Sziasztok! Ha az emberek többet fogyasztanak, mint amire szükségük van, az a pazarlás. Elég para, ugye? Erről beszélgetek vendégeimmel. Tartsatok velünk! Legyél te is zöldfülű! Hogyan próbáltok otthon és a boltban megállt parancsolni a pazarlásnak? Halló zöldfülűek! Nálunk itthon a háztartásban a feleségem vezetésével, lányaim és én igyekszünk odafigyelni arra, hogy a megmaradt élelmiszereknél, mivel van kutyánk és a segítség, ők is besegítenek így az eltakarításba. Viszont van olyan hulladék, ami a főzés során keletkezik, és ilyen élelmiszer hulladék, akkor azt pedig komposztáljuk. Hát nagyon fontosnak tartjuk, hogy minél kevesebb dolog kerüljön úgy a szemétbe, ami esetleg feleslegesen megy bele, hogy ne növeljük ezzel is ezt a környezeti terhet. Sziasztok, zöldfülűek! Jobban szeretünk egyszerre nagyobb tételben vásárolni, mert hogyha kevesebb dolgot vesz az ember, akkor hajlamos arra, hogy így is, úgy is belepotyogjon a kosarába ez meg az, ami azért annyira nem fontos, de azért fincsi, meg nem tudom én micsoda, és azért szépen összevásárolgatunk olyasmiket, amire annyira nincs is szükségünk, úgyhogy jól meg szoktuk pakolni inkább a szatyrokat, meg a kocsit, és akkor egy időre van itthon minden. Sziasztok, zöldfülűek! Én ha csak tehetem, akkor nem kérek a boltban műanyag zacskót, sőt még papírtáskát sem, hanem viszem magammal a saját vászontáskámat, ami nem csak praktikus és segít elkerülni a pazarlást, hanem még szép és egyedi is, mert otthon természetesen előtte színes filcekkel kidekoráltam és azt rajzoltam rá, amit csak akartam. Így senki másnak nem lesz ugyanilyen. Most már sok mindent tudtok arról, hogyan takarékoskodhattok a mindennapokban. Sziasztok!